milyen a továbbfejlesztett boros attrakciónk, amire két évvel ezelőtt mutatkoztunk be, boros kóstolózóna, amely két részből áll. Egyrészt egy tájjellegű tájfajták, hungarikum fajtáknak a bemutatkozása az Országos Borvilágos Bizottság segítségével, másrészt pedig a hibás betegboros oktatós tannunk, ami ennek a párja, ikerpárja, a borászati szakhatóság vezetése várja az érdeklődni vágyókat. Ez azért különösen érdekes, hogy a szomelié tanfolyamból már több van a piacon, de ezeknek a tanmenetéből ki szokott maradni a hibás és betegborok és bor, klasszikus borhibák fölismerésére való oktatás. Ezt kívánjuk most pótolni a két évvel ezelőtti hasonló tárgyú rendezvényelem nagy sikerére való tekintettel. A kiállítási standok közül ki kell még emelni a V1-es standjainkat, külön standon mutatkoznak be a Hungarikum termékek, illetőleg a Hungarikum Bizottság, amit egy külön jogszabály hozott létre nem is volt régen. A kiváló magyar élelmiszer V1-es standon is lehet kóstolni kiváló magyar élelmiszer V1-es termékeket, és a következő napokban díjátadóra is sor kerül, illetőleg a dísznövény elemet, ami két évvel ezelőtt hiányzott, azt is mindenképpen szeretném bemutatni. Én hajnalban körbenéztem még a C pavilonban, mert 24 órában korábban meglehetősen üres volt, és akkor azért némi kétségem volt afelől, hogy most hogyan fogunk mi 24 órával később megnyitni, de a kiállítók nagy része este 10-ig bepakolt, úgyhogy hajnali 6-kor, amikor körbejártunk a tűzszerészek és a rendészekkel, akkor azért örömmel tapasztaltam, hogy azért dísznövény kiállítási jelenünkre sem lehet van az idén. Idén is várunk legalább 90 ezer látogatót. A sajtunk, ha önök is segítenek, akkor még jobb lesz, mint két évvel ezelőtt volt, és bízunk abban, hogy elégedettek lesznek a kiállítóink is, és teli pénzes kazettával távoznak. Én két évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy mi nem alacsony egydiakkal próbáljuk, és egydiakkal támogatni a termelőket. Nem kérünk a forgalom után jutalékot, nem használunk külön kártyát, azt szeretnénk, hogy vasárnap mindenki teli kazettával távozzon, és hétfőn ki tudja fizetni a képnek, a traktornak a leasingdíját, tudjon alapanyagot venni, és vissza tudja forgatni a vállalkozásába a bevételt. Mert ugye régebben azt szokták mondani, hogy a készpénz az igazából duplán érne, most már igazából triplán. Tehát az a legnagyobb kincs, különösen a körbetartozással sújtott ágazatokban. Röviden ennyit szerettem volna összefoglalóként még megemlíteni. Azt is nagyon fontos még rögzíteni, hogy a tavaly lezajlott AMC Turizmus ZRT integráció az gyakorlatilag sikeresnek tekinthető, mert ha bár sokan kételkedtek abban, hogy menni fog ez, sikerül-e majd egy komolyabb rendezvényen jól vizsgáznunk, de amint látható lenne a vásárló területen, eredményesen rakott össze ezt a rendezvényt. Hogy az ember állami cégnek a vezetőjeként, hogyha azt mondja, hogy ez egy jó kormányzati döntés volt, akkor az olyan furcsa hangzik, de most igazából őszintén kimerem jelenteni, hogy jó döntés volt, és a végrehajtásban is jól vizsgáztunk, hogy ismét magunkat dicsérjük egy kicsit. Köszönöm.